Monday I was arrested. Kedd reggel a Vajk utcai általános iskolánál. Minden a megszokott mederben zajlik, ebben még az is belefér, hogy a 4. B egyik egyébként példás magaviseletű tanulóját kizavarták gondolkodni a folyosóra. Nekem még ez az első kérdésem. Kicsengednek, egy időre megtelik a folyosó, aztán kezdődik a következő óra. A 4. B-ben olvasás zajlik. Mialatt a tanárnő a táblára írja a legfontosabb személyek nevét, a folyosóról furcsa zajok szűrődnek be. A gyerekek nem nagyon foglalkoznak vele. A beavatottak persze tudják, hogy odakint tűzvédelmi gyakorlat előkészületei zajlanak. Egyszer csak megszólal a vészhelyzeteket jelző csengő. Az egyik terem ajtaján dől ki a füst, a gyerekek közül van, aki megijed. A srácok mindent úgy csinálnak, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Fegyelmezetten elhagyják az iskola területét. Eközben oda benn a tűzoltók dolgoznak. Lehoznak egy idézőjeles sérültet az emeletről. Az előszobában kábultan hevert egy lány. Míg a sérültet a mentőautóba rakják, a gyerekeket kérdeztem a gyakorlatról. Mi a tűzriadónak a jele? Honnan tudjátok, hogy tűzriadó van? Ha egy csengőt hallunk, akkor mindig ki kell menni egy különféle csengő. Olyan, hogy háromszor rövid csengője. Miért csinálták azt a füstöt? Az a gép, ami ezt csinált, az a... A gyakorlat szervezői értékelik a történteket. Jól teljesítettek a tűzoltók, a mentősök és a gyerekek is. Sziasztok, kedves gyerekek, kedves tanárok! Mint ahogy Dobos úr is jelezte, most itt ez csak vicc volt, de nagyon fontos az, hogy ilyen helyzetekre is fel legyetek készülve, és azok a szervek, akiknek ebben feladatuk lenne, ha éles szituáció lenne. Én köszönöm nektek, hogy ilyen fegyelmezetten vettetek részt ezen a gyakorlaton. Ugyan nem tudtatok róla, és meglepetésként érkezett számotokra, de ti nagyon jól vizsgáztatok most, és bízom benne, hogy hasonló alkalomra nem kerül majd sor. Az élet visszaáll a normális kerékvágásba, kezdődik egy tanóra. A tűzvédelmi gyakorlatnak ezzel nincs vége, az igazgatónő néhány terembe beviszi a tűzoltókat. Gyerekek, hoztam nektek ide be három tűzoltó bácsit, megkértük, hogy jöjjenek be. Megnézhessétek, hogy hogyan is néznek ki, amikor bevetésen vannak a tűzoltó bácsik. Úgyhogy megkérem, hogy egy picit meséljen arról nekünk, hogy mi is az a védőfelszerelés, ami van. A gyerekek szerteágazó kérdéseket tesznek fel, látszik rajtuk, hogy este otthon ez lesz a téma, és a következőkben gyakran fognak tűzoltósat játszani.